Sziasztok! Szűcs Sándor vagyok. Nagyjából elolvastátok, hogy ki, hogyha elolvastátok. Én úgy terveztem, hogy odaülök, és úgy fogunk beszélgetni, de hát ez így nem jön össze, mert meg volt határozva, hol kell állnom. Akkor legyen az, hogy én elmondom, amit elmondok. És hogyha szeretnétek bármit kérdezni, akkor akár közben lehet szólni, vagy kalimpálni. Aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. És amit még elmondanék, így minden előtt, generációkról fogok beszélni nektek. Sokat foglalkoztam ezzel, és nagyon érdekel. Kb. Akkora a fiam, mint ti, meg a lányom. Úgyhogy személyesen is így sokat tapasztaltam ebből. De mielőtt bármi elhangozna, és bármit fogok nektek itt mutatni, ahogy írtam is a szemináriumnak az ismertetőjébe, nem szeretnék sem ítélkezni, sem véleményt formálni, leginkább adatokat, meg érdekes dolgokat fogok nektek mutatni. Nagy vonalúan azt gondolom, hogy rátok ez nem fog, vagy nem annyira fog vonatkozni. Viszont a kortársaitokra, erre a mai világra, a világszellemre, arra talán igen. És hát ezek leginkább olyan érdekes dolgok, amikkel lehet egyet nem érteni, lehet róluk beszélgetni, de azt gondolom, meg az is a tapasztalatom, nagyon sokszor tartok ehhez hasonló alkalmakat középiskolásoknak, általános iskolásoknak, pedagógusoknak. Az a tapasztalatom, hogy hát igen, elcsodálkoznak néhány dolgon. És csak ennyi a célom, hogy gondolkozzatok rajta, és ha nem igaz, kérdőjelezzétek meg. Ha igaz, akár a saját életetekre nézve, akkor gondolkodjatok el rajta, hogy mit lehet ezzel kezdeni, mert én sajnos nem fogom tudni megmondani a nagy tutit. És ez egyszerűen abból fakad, hogy van köztünk kb. 20 év. És még egy bevezető mondat, mivel itt lesz szó különböző generációkról, én gyorsan így, nagyon nagy vonulóan a saját generációm nevében, mielőtt bármi elhangozna, töredelmesen bocsánatot kérek tőletek, hogy szétcsesztük ezt a világot, és elcsesztük az életeteket egy részben. Ez is benne van, ezt komolyan gondolom. Tehát a mi generációnk sok mindenért felelős, amit nektek kell helyrehoznotok, és jó munkát hozzá. Oké, azzal kezdjük, hogy van egy anekdota, legalább 10 féle verzióba hallottam már. Most azt a verziót mondom el, hogy indiai vakemberek találkoznak egy elefánttal, és soha életükben nem láttak még, meg nem tapasztaltak elefánt, és elkezdik így taperolni. És szépen körbeállják, mindegyik taperolja valahol, és mindegyik, mivel vakok, azt gondolják, hogy az elefánt olyan állat, amit éppen letaperoltak és megfogtak. Tehát az egyik megfogja az oldalát, és akkor azt gondolja, hogy az elefánt olyan, mint egy fal. A másik a farkát, azt gondolja, az elefánt olyan, mint egy ilyen ostornyúlvány, vagy valami ilyesmi. A harmadik a lábát, azt gondolja, hogy az elefánt egy oszlop. A negyedik a fülét, na, ott látjátok, szóval mindenki mást gondol róla, pedig ugyanazt fogdossák, és ugyanazt próbálják megismerni. Az én felfogásomban körülbelül ez az elefánt az élet, a világ, ami bennünket körbevesz. A sok vakember, a különböző generációjú ember, aki megpróbálja megérteni, megpróbálja értelmezni, megpróbálja a legtöbbet kihozni az életből, és hát elég különböző módon látja és értelmezi ugyanazt. És talán a legelső dolog, amiről érdemes egy kicsit gondolkodni, hogy ez miben nyilvánul meg, már csak abból is kiindulva, hogy vagytok ti, meg a szüleitek, ami különböző generáció, vagytok ti, meg a tanáraitok, és különböző generáció, és vagytok ti, meg azok, akik alakítják az életünket, a közéletet, a politikát, a világot, a gazdaságot, szintén különböző generáció. És sokszor az, hogy nem értjük egymást, abból fakad, hogy elfelejtjük azt, hogy különböző generációba tartozunk. És talán a legelső lépés, akár egy gyülekezetben, akár egy egyetemen vagy iskolában, akár az életben, egy munkahelyen tudatosítani azt, hogy a kék elefánt azért az ugyanaz, csak legfeljebb máshonnan próbáljuk megértelmezni. A generáció fogalma azt jelenti, rengeteg van, én legalábbis most azt fogom használni,
hogy egy generációba tartoznak azok, akiknek a meghatározó életélményük azonos. Ez azt jelenti, hogy én múlt héten hallgattam a Kassai Lajos lovasi jásszal egy interjút, amiben beszélt a gyerekkoráról, ő Kaposváron nőtt föl, én Pesten, és amiket elmondott, így folyamatosan mondtam, ezt én is így csináltam, ez velem is megtörtént, az rám is igaz, ezt totál értem. És mert nagyjából egy generáció, mondjuk egy kicsit idősebb nálam, amit ő elmondott, azt én is átéltem. Mert a meghatározó életélményeink azok azonosak. És ezek a meghatározó életélmények a 10 és 25 év közötti életélmények, amik egy generációvá formálják a közösségeket. Hát itt nagyjából itt vannak ezek a szociológiai generációk, amik így fel van osztva, hogy hánytól hány éves korba tartoznak bele. Ugye ti vagytok a Z generáció, így a nagy átlag legalábbis, alattatok vannak a 11 évesnél fiatalabbak, fölöttetek pedig a 26 évnél idősebbek. Nagyjából a generáció kutatása, meg ezzel a mostani 21. századi változásokkal foglalkozó generáció kutatásban a 30 alatti korosztályt szokták így jól egy kupacba venni. Oké. Most csak a 4 együtt élő generációból szeretnék egy pici dolgot felmutatni, néhány jellemzőt, hogy el lehessen őket helyezni. A legfelső generáció, a boomer generáció, az én szüleim is a boomer generáció, mostani körülbelül 60 éves körüli korosztály, az ő életüknek a meghatározó élménye, az a holraszállásnak az emléke, hogy az ember kijutott a világűrbe. Itt Magyarországon a szocialista érdemrend, mert abban a világban éltek, Amerikában az amerikai álom, mert ők meg abban a világban éltek, és hát maximum a 68-as hippi kultúra, meg szexuális forradalom, ami úgy mind a két oldalt rendesen áthatotta az életüket. A boomer generáció, az én szüleim generációja ebben a környezetben nőtt, történt meg. És ebből fakad egy generációs alapélmény, ami a bizonyítás és a teljesítménykényszer, a szocialista világban azért, mert teljesíteni kellett a tervgazdaságot, az amerikai államban meg azért, mert meg lehetett valósítani az álmot. És amikor csodálkoztok azon, hogy mondjuk egy 60 éves egyetemi oktatónak elvárásai vannak, hogy bizonyítsátok a tudásatokat, amikor egy 60 éves vállalatvezetőnek elvárásai vannak, és ti egészen másképpen álltok a világhoz, egyszerűen azt kell tudni, hogy egy olyan világban szocializálódtak, amelyikben a bizonyítás és a teljesítménykényszer határozta meg a kultúrát és az ő generációjukat. Az X generáció, ez az enyém, ilyen 40-es környékbeli emberek, az én generációmnak az alapélménye az volt, Pesten nőttem föl, hogy 89-ben megnyílt a McDonald's, és akkor végre valami jó történt Magyarországon. Jött a rendszerváltozás, jöttek a személyi számítógépek, az én első személyi számítógépem, ilyen 12 éves korom, a Videoton TV kompjúter van, szerintem el nem tudjátok képzelni. Körülbelül ekkora volt, és 16 kilobites, és az volt ott a mondás, hogy azért nem terjedt el, mert nem fért ki a gyárkapun. De egy óriási élmény volt belenőni a megszülető digitalizációba, és programozást tanulni 14-15-16 évesen, amikor még a számítógépes játékok ilyen potyogó pixelek voltak. Ez volt a mi életélményünk, az én generációmé, meg az, hogy a szülők elkezdtek elválni, és az én generációm volt az, amelyik átélte azt, hogy tömegében váltak a szüleik. Ezek a mi generációs élményeink. Leginkább a rendszerváltásból és a technológiai forradalomból fakadóan ennek a generációnak az alapélménye az optimizmus volt. Aztán Y generáció. Elkezd terjedni az internet, először csak csöpög nagyon lassan, aztán egyre szélesebb lesz a sávszélesség. Jönnek az internetes portálok, Conchita Wurst megnyeri az Eurovíziós Dalfesztivált, és akkor onnantól kezdve a szakállas férfiak így az életünk részévé váltak. Jöttek a valóságsók, ami korábban előtte elképzelhetetlen volt, és az Y generáció beleszocializálódott egyfajta nagyon nagy útkeresésbe és lázadásba. Minden elérhetővé vált számukra. Globális lett a világ, ezt ők érték át először, hogy a világ összement, és minden elérhetővé vált az interneten keresztül.
De az alapélménye az Y-generációnak, a lázadásnak az útkeresés volt. És akkor jött az Z-generáció, a mai 20 évesek, akik belenőttek egy olyan világba szocializálódtak, ahol minden megy tönkre, a bolygónktól elkezdve a társadalmunk amortizálódik, ahol a terrorizmus globálissá vált, és a félelem az alapélményé vált, ahol a virtuális valóság átveszi a valóság fölött lassan az uralmat, és ebből a generációs alapélmény a szorongás. Pszichológusok mondják, hogy soha nem volt még ennyire szorongó generáció a világon, mint a mai Z generáció. Ezek alapélmények, amik a társadalomnak az adott generációs sávját határozzák meg, persze vannak kilógások alulról, fölülről. Rengeteg ilyen nagyon érdekes dolog van, hogy össze lehet hasonlítani a különböző generációkat. Most a szavakkal kapcsolatban talán kettőt fogok megmutatni nektek. Az első az, hogy hogyan fogadták be az információt. A boomer generáció alapvetően könyvet olvasott, nem tudom, ismeritek-e a Malevért, nekem gyerekkoromban a kedvenc könyvem volt. Alapvetően olvasott újságot és könyvet. A boomer generációnak az életében, amikor ők 20 évesek voltak, 15-20-25 évesek voltak, akkor a televíziózás még nagyon új dolog volt. És az információt, akár a spirituális, művészeti élményeket, a tudást betűkön, szavakon és olvasáson keresztül fogadták be. Az X generáció már egy alapvetően tévé előtt felnövő generáció volt, nekünk még VHS videómagnónk volt, és a gyerekkoromnak az első ilyen meghatározó élménye az a hangalámondásos Terminátor, és az nagyok által nézett hangalámondásos szexfilm volt. Ezek ilyen, nem tudom, osztrák meg NDK-s cuccok voltak. Alapvetően mi már képernyő előtt kezdtünk el felnőni. Óriási dolog volt, amikor bejött az MTV Magyarországra, és akkor lehetett zenét nézni a tévében, és akkor tínédzser koromban ott álltam a VHS előtt, és úgy próbáltam elindítani akkor, amikor már a bemondó nem beszél, és elkezdődik egy videóklip. Alapvetően az X generáció filmeken szocializálódott. Az Y generáció viszont már sorozatokon. A generációk lecserélték a filmet, és egy nagyon nagy változás ez, hogy a filmeket felváltották a sorozatok, és másképpen beszélik el ugyanazt a történetet. Az Z generáció pedig alapvetően a livestreamen, a YouTube-on, egyszerűen, ha megfigyelitek, egy sztorinak a befogadása a boomer generáció életében sok-sok óra olvasás volt. Az X generáció életében 2 óra filmnézés. Az Y generáció életében egy 20-45 perces sorozat epizód. A Z generáció életében egy 5 perces YouTube videó. És az alfák nincsenek itt, akiknek egy 10 másodperces TikTok az információ feldolgozási forrásuk. Igen, döbbenetes, múlt héten hallottam, nem tudom, ti hallottátok ezt, hogy a TikTok lett a világ legelátogatottabb weboldala. Verte a Facebookot is, meg a Googlet is. Ez döbbenet, meg tök érdekes. A másik dolog, amit a kommunikációról mutatnék nektek a négy generációban, a boomer generáció alapvetően telefonálgatott, amikor kommunikálni akart valakivel, aki nem volt ott. Az anyukámnak még mindig van vezetékes telefonja, és még mindig úgy van, hogy ha a barátnőjét fel akarja hívni, akkor lecövekel az előszobába, és álló helyzetben 2 órán keresztül tudott beszélni egy ilyen madzagnak a végén. És csodálkozom, hogy van még valaki az országban, akinek van vezetékes telefonja, akit fel tud hívni. Alapvetően a telefonbeszélgetés arról szólt, ha én valakit fel akarok hívni, akkor neki ott kell lenni a madzag túloldalán. És akkor valamennyi idő eltelik azzal, amíg kibeszélik a mindennapos dolgokat. Az X generációnak a kommunikációs alapélménye az az e-mailezés volt. Velem kb. Csak e-mailen lehet kommunikálni, mert gyűlölöm a telefont. És az e-mail arról szól, hogy valamit szeretnék
megüzenni, elkommunikálni valaki másnak, leírom, aztán hát én ilyen nagyon X generációs vagyok, még egyszer olvasom, hogy van-e benne hiba. Aztán még egyszer olvasom, és átírom, és akkor tízszer olvasom, és egy e-mailt megírni, az nekem egy óra legalább, mert zavar, hogyha nem azt írom le, amit akarok leírni, nehogy félreértsék, hogy valami olyasmi. Energiát fektetek bele abba, hogy valamit átadjak. Aztán jött az Y-generáció, ugye elterjedtek az akkor még buta telefonok, vagy bunkofonok, vagy ezeket így hívtuk régen. Elterjedtek a telefonok, és óriási élmény volt az SMS küldés. Akkor, amikor a technológia még csak ott tartott. Ugye a legtöbb SMS úgy az két szóból állt, hogy hív föl. Ez volt a leggyakoribb. De meg kellett tanulni 140 karakterben kommunikálni. Angolszász vidéken a Twitter volt ennek az internetes megnyilvánulása, és megtanult egy generáció 140 karakterben kommunikálni, és átadni azt, ami igazán fontos. Az E-generáció meg, hát nem tudom, látjátok, kb. Így kommunikál, amiben az az érdekes, hogy a betűk, meg az ikonok, azok kb. Ugyanolyan arányban szerepelnek a kommunikációban. Az történt, hogyha arról volt szó, hogy hogyan beszélünk valakivel meg valamit, aki akár nincs ott, akár igen, tehát hogy nem vagyunk egy légtérben, és nem személyes beszélgetés van, az üzenetnek, a kommunikációnak a tartalma és a mennyisége elkezdett összezsugorodni, összetömörödni. Tehát az, amit ma egy Z-generációs fiatal négy smiley-ban kifejez, arról én írok egy féloldalas e-mailt, az anyukám meg két óráig beszél róla. Ezek a generációs különbségek. És egyik sem furább, mint a másik, csak egyszerűen mások a drive-ok, amik az életünket meghatározzák. Szeretnék az olvasásról egy kicsit visszatérni, mert ez nekem nagy kultúrmisszió. 2013-ban, ami jó régen volt már, készült egy országos fölmérés a 15-25 év közötti fiatalokkal. Azt látjátok kivetítve, remélem, hogy mennyit olvastak az akkori fiatal generációk. És 35% volt, 28% volt az, aki soha, 35, aki ritkábban, mint havonta. Természetesen itt az iskolásoknál a tankönyvön kívüli olvasásról van szó. Tehát azt mutatja ez, hogy a fiatal generációnak a fele az nem olvas gyakorlatilag 2013-ban. 17-ben csináltak még egy ilyen nagyon nagy átfogó országos kutatás, ritkán van sajnos egy csomó dologban. 2017-ben csináltak egy hasonlót. Ott az, hogy hány könyvet olvasott el valaki, abban az, hogy egyet sem az utóbbi egy évben, az 33% volt, és akkor még egy harmad, aki egy-két könyvet olvasott. És készült 2019-ben azt hiszem még egy olyan kiegészítő felmérés, nem tudom miért nincs benne, elfelejtettem beletenni, ami arra is rákérdezett, hogy miért nem olvasnak ma elsősorban a fiatalok vagy a 30 alattiak, és a legnagyobb százalékban az volt, hogy nem szeretnek. Tehát egyszerűen ez volt az oka. És még egy kutatást akarok ide beidézni nektek, ez a szerintem legértekesebb. Ez a szókincsről szól, ez egy irodalomtudományi kutatás volt, ami azt vizsgálta, hogy a nyelv aktív szókincséből átlagosan mennyit használtak a századfordulónál, már a 19.-20. századfordulójánál, 1900-as években. És ott ugye a magyar nyelvnek ilyen 1,3 millió szó a szókincs tartalma körülbelül, de ebben minden benne van. És akkor ebből az, ami az aktív beszélt nyelvben egy átlag századelei embernél volt, az a 35-75 ezer szó. Egy 40 éves átlag felnőtt ember 15-25 ezer szót használt, és egy átlag Z-generációs fiatal 1200-1800 szót használt. Ez nyilván azzal van összefüggésben, hogy összetömörödött a kommunikáció, a generációk, ahogy haladtak előre. És egyre kevesebb szóval kell kifejezni ugyanazt, vagy egyre kevesebb szó áll rendelkezésre. És ugye ez azért nagyon fura adat egyébként, meg egy fura hatás, mert közben ott van a zsebünkben az egész világ. És nekem nagyon sok olyan élményem van, a lányom 20 éves, a fiam 23, és rengeteget beszélgettünk, társasjátékoztunk, csináltunk együtt dolgokat, ahogy fölnőttek.
És mindig ott voltak, ahol a felnőttek is ott voltak. És ilyen állandó élmény, hogy kérdezgették, hogy apa, az a szó mit jelent? Apa, az a szó mit jelent? Mert hogy meg kellett tanulniuk olyan alapvető szavakat is, amiket én nem is gondoltam, hogy el kell magyarázni. Talán a lányom legszuperebb szava az volt, amikor a celebekről beszélgettünk, és megkérdezte, hát volt ilyen 8-9 éves, hogy mi az a celeb. Hogy én kérdeztem tőle, hogy tudod-e, hogy mi az a celeb. És akkor mondta, hogy igen, az a vasdarab, amit a sátornál így le kell cövekelni. Azóta nálunk a celebeket cölöpöknek hívják a családban. Meg kellett tanulni ezeket a szavakat. Ugye ez abból fakad, hogy ha képernyő előtt szocializálódik egy generáció, vagy egy egyén, és nem találkozik szavakkal, akkor marad az a szókincse, amit magával tud szívni, és ez az 1200-1800 szó azért fontos, mert ennyi szó van arra, hogy elmondjuk azt valakinek, hogy szeretjük őt. Hogy elmondjuk azt valakinek, hogy milyen a világ, milyennek látjuk mi a világot, milyenek az érzelmeink, az érzéseink. És ebből fakad egy nagyon szomorú statisztika. Ma Magyarországon ez körülbelül a 40 év alatti társadalomra vonatkozó adat. 20% a funkcionális analfabéta, és 28% az, aki egy szinten van alatta. Ugye a funkcionális analfabetizmus azt jelenti, hogy el tudom olvasni a szöveget, de nem tudom értelmezni az összefüggéseit. Nem feltétlenül értem meg minden részletét, vagy azt, amit olvasok. Ez ugye akkor érdekes, hogyha matematika érettségén vagy feladatoknál itt szokott előjönni, szöveges feladatot adnak meg a lányom. Nagyon jó matekos volt egészen addig, amíg le volt írva, hogy mit kell csinálni. A szöveges feladatokat nagyon-nagyon nehezen tudta értelmezni. És mihelyt összerakta, vagy segítettünk neki, hogy mit kell csinálni, pillanatok alatt megcsinálta. De ő is úgy nőtt föl, hiába volt otthon hatalmas könyvtárunk, és hiába könyvek között, meg társasjátékok között nőtt föl, azért a saját generációja nevelte föl, erről majd lesz még szó. Benne is ott volt az, hogy nehezen sikerült megértenie azt, amit igazából olvasott. És akkor lehet egy lépcső az érettségi, lehet egy lépcső a diplomamunka, lehet egy lépcső egy munkaszerződés, egy hitelszerződés, és ha nem értjük meg, akkor már nem csak egy rossz osztályzatot fogunk kapni. Ezek a szavaknak a hatása az életünkre. És amikor egyszer beszéltem erről a témáról egy iskolában, általános iskolásoknak, akkor küldtek nekem egy e-mailt utána ezzel a jobboldali fotóval, hogy mi a túlóról beszélek én, ha azt csinálják a mai emberek, a régiek is ugyanazt csinálták, csak újsággal. Igazából nem változott semmi, csak a platform. Csak a közvetítő közeg az, ami ma más, digitalizálódott az egész, és ma már nem kell könyveket cibelni, meg újságokat, mert elfér minden a telefonunkon. Amikor információt dolgozunk fel az interneten, azaz előveszük a telefonunkat, rengeteg kutatás készült arról, hogy hogyan működik az agyunk, miközben digitálisan olvasunk. Általában az történik, hogy a telefonunk egy sok funkciós eszköz, és mivel van rajta sok funkció, ezért még ha olvasunk is mondjuk e-bookot telefonon, bármikor megcsippanhat a Facebook vagy az e-mail. És ilyenkor megnézzük, hogy mi történt. Jöhet egy hívás, ilyenkor kilépünk az olvasásból. Amikor egy internetes oldalt böngészünk, akkor általában a szemünk szkenneli a felületet, címekre, leadekre keres rá, általában aminek érdekes a címe, annak elolvassa a leadjét, aminek érdekes a leadje, abba belekattint, és abból elolvassa a kiemelt tartalmakat. Tök jó, hogy ma már vannak olyan könyvkiadók, amik könyveket így adnak ki. Ahogy a könyvet kinyitjuk, az egyik oldalon van a teljes szöveg, a másik oldalon pedig a lényeg egy-egy címben vagy mondatban, és ha akarod, akkor hosszan elolvashatod a könyvet, ha nincs rá csak fél órád, akkor csak elolvashatod a jobb oldali oldalakat, és akkor is át tudod élni a könyvet, és megkapod azt az információt, persze sokkal ritkásabban, meg átfogóbban.
De amikor interneten olvasunk szöveget, akkor az információ feldolgozása az agyunkban töredékes. Információ töredékeket olvasunk fel. Ezzel szemben, amikor valaki beül oda a sarokba, elővesz egy könyvet, és két órán keresztül könyvet olvas, akkor az információ lineálisan töltődik bele az agyunkba. Ez két különböző információ feldolgozási mód, ami az agyunkban történik. És a kettő közti különbség az a kontextus. A kontextus az, ami rendszerbe, összefüggésrendszerbe áldja az az információkat. Amikor csak töredék információkkal találkozom, akkor abból nem biztos, egyre műveltebbek vagyunk, tehát van rá jó esély, de korán sem biztos, hogy a töredék információkból meg tudjuk alkotni, és dekonstruálni tudjuk a kontextust, hogy megértsük azt a töredék információt. Ez sokszor nem sikerül, mert túl sok a töredék információ körülöttünk. Megjegyzem egyébként, csak egy zárójel. A Biblia tanulmányozásban nagyon érdekes, vagy a keresztény létben nagyon érdekes, hogy mi igeverseken szocializálódunk. És ahhoz vagyunk hozzászok, hogy a Bibliát igeversekből ismerjük meg. És amikor én mentem a teológiára, az volt az egyik felvételi feladat. Nem kérdeztek semmit, tehát nem volt követelmény. Csak kiadták feladatnak, miután felvettek, hogy a nyári kötelező olvasmányunk, az a Biblia úgy, mint egy könyv. És én akkor már egy pár éve olvasgattam a Bibliát, és megszoktam azt, hogy mindig igeverseket olvasok, hallok a prédikációkban, mindig igeverseket olvasok az igemagyarázatokban, de soha nem olvastam el a Bibliát úgy, mint egy könyvet. Leülök, és mint egy regényt végigtolom. És nagyon érdekes volt az élmény, és azóta ezt mindenkinek nagyon tanácsolom, hogyha még nem olvastátok el úgy, mint egy könyvet. Egyszer érdemes úgy végiglátni. Mert akkor kiderül a kontextusból egy olyan nézőpont, ami akkor nem derül ki, ha mindig csak igeversekkel találkozunk. Meg rövid szavaszokkal, zárójelbe zárva. Ez is egy kicsit a fragmentált és a lineális információ feldolgozás. A kontextus azért nagyon fontos, mert az agyunk, a valóság értelmezésünk úgy működik, hogy az információk, amiket begyűjtünk az élet különböző területén, azok összeállnak egy nagy egészben, és a memóriánkban különböző hatások révén egymáshoz kapcsolódnak. És ahogy az összekapcsolódott részinformációk egyre nagyobb és nagyobb halmazt fognak rengeteg szinopszissal meg kapcsolattal alkotni, akkor abból fog kialakulni az, amit intelligenciának hívtak régen. Az intelligenciával kapcsolatban azt érdemes, vagy érdekes tudni, hogy a 70-es évektől mérik a társadalom összintelligenciáját, vagy emberiség összintelligenciáját, ami ilyen kicsit kirekesztő megfogalmazás, mert ez voltak éppen Észak-Amerika, Európai Unió és Japán van benne ebben a nagyon átfogós kutatásban. És egészen 1990-es évek elejéig folyamatosan nőtt az emberiségnek az összintelligenciája, vagy összátlag intelligenciája. És a 90-es évektől megfordult ez a trend, és elkezdett csökkenni. 0,23 ponttal csökken. Ugye van ez a 10 pontos intelligencia skála, amit úgy nagyjából a köznyelv és a konyha pszichológia ismer, ami szerint 90 és 110 között van az átlag intelligenciája az embereknek, a társadalom legnagyobb, legszélesebb rétegének. És akkor egy ilyen 10 pontos skálában felosztották, hogy a különböző intelligenciájú emberekre mi az, ami jellemző. És 90 és 2018 között mértek 5,3 pontnyit, más kutatásban olvastam 7 egész valamennyit is már, ami csökkenés volt. És hát ha nem történik semmi a társadalomban, semmi paradigmaváltás nem fog lezajlani, akkor 38-ra legkésőbb elérünk egy 10 pontos csökkenést, amivel az egész skála ugrik egyet lefelé. És ha megnézitek, kiemeltem néhány dolgot. A kiváló szakemberek és vezetők, a 130-as IQ fölöttiek, azok a jelenlegi korábbi 3%-ból leesnek 0,2%-ra, 60-ad annyi igazán jó vezető ember lesz egyáltalán a társadalomban potenciális vezető. Viszont az átlagosan jó képességű emberek, akik lerakják a felsőfokú végzettségüket, de azért nem rázzák ki a kisujjukból, hanem meg kell értük dolgozni, azok lefeleződnek.
És a tanulási nehézségekkel küzdők megduplázódnak. És akkor ott van ez a mai oktatásügy, amelyik már így is szenved a rengetegesen is, meg problémás fiatallal, és hirtelen rájuk zúdol ennek mondjuk a kétszerese, vagy több mint kétszerese. Csökken az intelligenciánk egyszerűen azért, mert rengeteg funkciót, amit régen mi tudtunk, kiszerveztünk a gépeinkben. Ennek van előnye, van hátránya, ezt hozzáteszem, nem szeretném csak az egyik oldalt mondani. Most egy pillanatot szeretnék a képekről beszélni nektek. Van egy sztori, amit el lehet olvasni, és meg lehet nézni. Azt, hogy elolvassam, ahhoz képest, hogy megnézem, sokkal több időbe kerül. De van egy nagyon fontos különbség a között, hogy egy történetet képernyőről ismerek meg, vagy egy képernyőt olvasmányélményből ismerek meg. Méghozzá az, hogyha valaki megnézte a Trónok harcát, és utána szeretné elkezdeni olvasni a könyvet, mert nagyon érdekes, mert megtetszett neki, akkor szerintem Tyriont nem tudja már másképpen elképzelni, mint ahogyan Peter Dinklage alakította. Hiába néz ki teljesen másképpen a könyvben. Már nem tudja, mert először kép formájában találkozott vele. És hiányzott az idő pillanat, amikor még nem látott képet róla, még csak absztrakt módon az olvasásnak ez a lényege, és a személyiségfejlődésben egy nagyon fontos lépcső, hogy a kicsi gyermekkorban az ember megtanul absztrakt fogalmakat vizualizálni. Ez a lényeg a képzeletnek. És amikor először a képpel találkozunk, akkor már majdnem lehetetlen utólag ezt a meglévő külső képet átformálni a belső kép alapján. A kulcsa annak, hogy az absztraktot megjelenítjük magunk előtt, az a fantázia. Ami pici gyerekkorban kell, hogy kialakuljon, azzal, hogy a szülők mesélnek a gyerekeknek, és ők mesét hallgatnak, és a hallgatásban fölépítik a maguk kis világában, és elképzelik azt, amit szavakon keresztül, fogalmi síkon dolgoznak föl. A fantázia, szerintem ez egy nagyon fontos definíció, hogyha látjátok, kb. Ez a legtöbb szöveg, amit fogok nektek mutatni egy oldalon, ennél csak kevesebb lesz. Az elme új gondolatot teremtő képessége. Ez nagyon fontos, hogy vannak tapasztalataink, vannak élményeink, és a kulcs ahhoz, hogy mindabból, amit eddig láttunk, eddig tapasztaltunk, eddig megtanultunk, valami újat tudjunk létrehozni. Az a fantázia, az a kreativitás, és az abból fakadó probléma megoldás. Ez egy folyamat, egy agyi folyamat, amiben jó esetben beleszocializálódunk, de ennek az a feltétele, hogy végigmenjünk a fejlődésünk, a kis személyiségfejlődésünk során, azon a folyamaton, hogy minél több absztrakt fogalmat saját magunk gyártsunk le magunknak először. És mi találjuk ki, hogy az hogyan van. És a fantáziának a hiánya voltaképpen kreativitás hiányt okoz. A kreativitásnak a hiánya probléma megoldási gátlásokat okoz. És sokszor történik az, láttam erre példát, hogy egy fiatal, lehet akár nem fiatal, idősebb is, ma már leginkább úgy sütfőz, a lányom is ilyen, hogy kiteszi a laptopot a konyhába, kikeresi a YouTube-on azt a sütit, vagy azt a receptet, amit szeretne megnézni, és megcsinálja az alapján. És ez tök jó. Tök jó, hogy 5 perc alatt meg lehet csinálni, és képes arra, hogy a videó alapján reprodukálja azt a süteményt. És nagyon sokszor ugyanígy vagyunk. Én régen csodálkoztam néhány évvel ezelőtt, nekem volt egy nagyon nagy Minecraftos korszakom korábban. Egy nálam idősebb rendszergazda barátommal Minecraft szervereket csináltunk gyerekeknek, és velük együtt játszottunk, tök nagy élmény volt. És nem értettem azt, hogy a gyerkőcök, azok miért nézik a Minecraft játékról szóló videókat, ezeket a végigjátszásokat. És miért van az, hogy ma már nagyon sok játéknál nagyobb a követő tábora
egy játéknak, a játék végigjátszásának, mint ahányan valóban játszanak vele. És valószínűleg ugyanaz lehet a hátterében, mint ami a YouTube-ról főzött, sütött süteménynek is, hogy abban, hogy én a nullából megcsináljak egy süteményt, abban az a kihívás, hogy meg kell tanulnom főzni, meg sütni. Érteni kell a liszt meg a tojás kölcsönhatását, nem csupán lemásolni azt, ahogy valaki már megértette és meg tudta csinálni. Ugyanez történik a videójátékokban is, hogy sokszor nem sikerül legyőzni a videójátékot, vagy nem sikerül, amikor én voltam gyerek, és ezek a nagyon-nagyon primitív videójátékok bent voltak, ilyen Tomb Raider, és akkor még ilyen majdnem ilyen Minecraft-szerű volt a grafikája annak is, pedig azt nem annak szánták, akkor volt olyan, hogy nem tudtunk megcsinálni egy feladatot, és akkor egy hónapig kellett telefonálni, megbeszélgetni, megkérdezősködni mindenki, hogy kell azt megcsinálni, mert nem tudjuk megcsinálni. És valahogy muszáj volt, és hogyha magamtól nem tudtam, kellett valaki, aki megmondja. És talán csak az a különbség, hogy nekem kellett kétszer, és lehet, hogy ma nem kell, nem várjuk meg ezt a stressz faktort, hanem már az elején inkább megnézzük, hogy kell megcsinálni, és úgy kezdünk bele. A lényeg, amit akarok mondani ebből, hogy a szavaknak ott van a nagyon nagy szerepe. És talán az olvasás és a könyvolvasás, és elsősorban a lineáris információfeldolgozás, és akkor már lehet Kindlén csinálni ugyanezt, mert azon nem jön be a Facebook meg a telefonhívás, mert azt e-book olvasásra tervezték. Egyáltalán az, hogy fókuszálok valamire, és megpróbálom a bejövő információkat, minden más kizáról felolvasni, az fogja megteremteni azt, hogy későbbi életemben esetleg szembe tudjak szállni a feladatokkal, vagy le tudjam győzni azokat a kihívásokat, amikkel találkozom. A probléma megoldásnak az a lényege, hogy felfedezünk, hogy kísérletezünk, hogy szabad hibázni, és lehet korrigálni a hibát. Magán véleményem ezzel a pedagógusok nem szoktak egyetérteni, hogy a legrosszabb, a legkárosabb találmány az osztályzás és az egyes osztályzat, mert ez azt üzeni a diáknak, hogy nem tudod. És visszarettenti, és meggátolja, és bünteti a nem tudást. Pedig a nem tudás egy lépcső a tudás felé. Kiírtam egy idézetet Edisontól, hogy az a 10 000 bukta, amit a villanykörtéig megcsinált, az nem 10 000 bukta volt, hanem 10 000 új lehetőség. Meg valamit lezárt, és akkor tudta, hogy milyen irányba kell tovább menni. A kudarcot nem szabad büntetni, szerintem, a pedagógiában sem. Mert muszáj, hogy tapasztaljunk, hogy próbáljunk, hogy kísérletezzünk, hogy a probléma megoldást ne másoljuk, mert van, amikor hasznos. És nem mondom azt, hogy semmire nem jó. De amikor nincs meg pontosan az a probléma, egy receptet le tudok másolni a YouTube-ról. Ha lelki problémám van, nem biztos, hogy másnak, találok még valakit, akinek ugyanaz lesz a lelki problémája, és lemásolható a recept, és az nálam is működni fog. Muszáj, hogy az absztraktból a valóságot én konstruáljam meg. Ehhez viszont fókusz kell, és ehhez viszont ez a lineáris információfeldolgozás kell, ami itt történik a fejünkben. Ugye probléma, mi kiszervezzük a probléma megoldást, és ugye azzal van a probléma, hogy sokszor az elérési útvonalat összetévesztjük a tudással. Rengeteg kutatás foglalkozik azzal, hogy hiába érhető el minden az interneten, hiába található meg bármi a Google-en keresztül nagyon rövid idő alatt, sem időben, sem komplexitásban nem tud versenyezni azzal az egymásra épült, kontextusba ágyazott tudással, amit megtanultunk és felépítettünk magunkban. Az elérési útvonal az soha nem egyenlő a tudással, és magával hoz egy óriási technológiai kiszolgáltatottságot. Egyszerűen az, hogyha nincsen internet. A fiam rendkívül jó fej, meg rendkívül aranyos, szelíd gyerek. Egyetlen esetben hallottam őt tinédzser korában ordibálni és asztalt borogatni, amikor a LOL party kellős közepén elment a wifi.
Ugye? Tehát ha megszűnik az elérési útvonal, akkor sokszor megrémülünk. Meg jön egy olyan érzelmi válasz, ami természetellenes attól, hogy elzártak bennünket egy elérési útvonaltól. Ezt technológiai kiszolgáltatottságnak hívják. Ez az alfa generációban, a tőletek egyen fiatal generációban még nagyon durvább. Van egy túlingerlési hatás. Na, itt megmutatom egy kicsit az alfákat. Ez csak egy kép. Készülték 2018-ban, bocsánat, itt Magyarországon egy kutatás. Szerintem ez sokkoló, amit ott fönt látok. A 3 év alatti gyermekek szüleivel csináltak interjúkat, és közöttük készítették a felmérést, és azt vizsgálták, hogy a gyerek hány éves korában válik képernyő használóvá. És ott látjátok fönt a statisztikákat, hogy gyakorlatilag, ha mondjuk nézzük a telefont, akkor a gyerekeknek a 11%-a az gyakorlatilag egy éves kora előtt találkozik először képernyővel. És mire elérik a 3 éves kort, a gyerkőcöknek majdnem a 100%-a képernyő használóvá válik. Ez azért nagyon furcsa, és veszélyes. Mert ebben az életkorban nagyon fontos, hogy mi történik egy gyermekkel. Amikor még csak a televízió kezdett el terjedni, és határozta meg az embereknek az életét, csináltak egy fölmérést. 1984-ben csinálták meg először, egy kb. Ekkora terem, mint ott idáig a lépcső. Kiraktak ide, ahol én vagyok, egy csecsemőt, odaállt az anyuka, a csecsemő mellé kitettek egy tévét, és nem, az anyuka mellé tették ki a tévét, és a csecsemő is fölhangosították a tévét olyan hangosra, amilyen hangosan az anyuka tudott beszélni. És elkezdett beszélni az anyuka meg a tévé, és azt vizsgálták, hogy a csecsemők felismerik-e az anyuka hangját. És 84-ben a csecsemők 20%-a volt az, aki nem ismerte föl egy szóló televízió mellett az édesanyjának a hangját. 99-ben, amikor ezt megismételték, ezt a kutatást, már 45% volt, és azóta én azt olvastam, hogy nem merik megcsinálni ezt a kísérletet még egyszer. Mert félnek az eredménytől. És hogyha egy 6-7-es kisgyermek nem ismeri fel, nem tudja megkülönböztetni az édesanyjának a hangját, akkor ebből kötődési zavarai lesznek majd a személyiség fejlődésében. Egyszerűen van egy folyamatos, most így mondom, zajforrás, egy kommunikáció forrás, ami összetéveszthetővé válik az elsődleges gondviselőjével. És ebből fakad az, hogy ugrásszerűen nő folyamatosan a mai gyerekek között az eseniseknek a száma, az ADHD-osoknak a száma, és végigmegy egy ilyen folyamat a gyermekkorban, ma egyre nagyobb számban, egyre többeknél, ami a figyelem zavartól majd az életük során, vagy életük közepére egy rosszabb életminőséget fog majd eredményezni számukra. Van a neten egy nagyon szuper TED előadás, ennek a Dimitri Christakisnak az előadása, aki foglalkozott nagyon hosszú éveken keresztül az úgynevezett túlingerlési hatással, ezt ő nevezte így el, ami arról szól, hogy vizsgálta a gyerekeket, hogy 3 éves koruk előtt mennyit vannak képernyő előtt, és mi történik az agyukban, illetve követte őket még tovább is egy kicsit, hogy mi történik utána 5-6 évesen, mire az iskolába kerülnek. És a gyerekek agyfejlődésében a 3 éves kor alatti időszak az, amikor a legtöbb kapcsolódás szinopszis fölépül, sokkal gyorsabb ezeknek az épülése, mint a későbbi korokban, és nagyon nem mindegy az, hogy ez hogyan épül fel, mi az, ami szocializálja az agyat, ami fölkészíti az agyat az életre azután. És a Veszprémi Egyetemen volt egy ehhez hasonló előadás, utána beszélgettünk egy csomót még órákon keresztül azokkal, akik ott maradtak, és mondta egy srác, hogy ő számítógépjáték függő, tudja ezt ő is magáról, meg nem is szégyelli, ez nem probléma, és hogy az a baja, és rájött arra, hogy igazából ő azért vágyik a számítógép után, meg a monitor után, meg a filmek, meg a videójáték után, mert a valóság az túl lassú. Amikor egy digitális tartalmat egy képernyőn keresztül néz egy 1, 2, 3 éves
kialakulatlan elme, amelyik éppen csak kezdi felfogni a világot, és megérteni a környezetét. És hogyha olyan környezetet lát, amelyben a vágások 8 másodpercenként történnek, amelyekben a dinamizmus az sokszorosa annak a dinamizmusnak, ami a környezetében, a valódi világban megtörténik, akkor az agya arra lesz kondicionálva, hogy azt higgye és azt várja el, hogy minden ilyen sűrűn fog történni majd az életben. Ezt hívják túlingerlési hatásnak, és ez a kutatás, amiről ez a TED előadás is szól, meg ez megjelent egy csomó könyvben, ennek az a lényege és az eredménye, hogy minden egyes óra, amit 3 éves koruk előtt a gyerekek képernyő előtt töltenek, 10%-kal növeli meg az esélyét annak, hogy valamilyen fejlődésbeli, mentális vagy kognitív zavaruk lesz 6 éves korukra, amikor elkezdődik az iskola. Igen, tehát napi egy óra. Tehát, hogyha valaki napi 5 órán keresztül nézeti a képernyőt a 1 éves gyermekével, akkor abból a kutatások és a statisztikák alapján 50%-ban lesz esen is kis csákó. Viszont arra is kiterjedt a kutatás, hogy napi 1 óra analóg kognitív tevékenység, azaz meseolvasás, közös éneklés, a természet felfedezése, sétálás, játék, az 10%-kal csökkenti ugyanennek a kialakulását az iskolás korra. Tehát arról van szó, hogy az információ túl gyorsan zajlik a digitális térben. Most szeretnék mutatni nektek valamit az időről, mert ugye ez a felgyorsult információ egy kicsit erről szól. Ez 2018-as kutatás, nem tudom eldönteni, hogy az elmúlt 3 évben ez jobb lett vagy rosszabb. Ezeket az adatokat tudom nektek megmutatni, talán egy lát lehet. Az aktív videó a Magyar Esport Szövetségnek volt egy nagy kutatása. A 18-65 év közöttiek közül majdnem 4 millió ember vallotta magát statisztikailag aktív videójátékosnak, és erre még hozzájönnek a fiatalabbak. És az e-sportolók száma az közel 500 000 ember volt, 420 000 ember 2018-ban. És készült egy fölmérés kifejezetten az e-sportolók között, illetve azok között, akik ilyen aktív videójátékosnak tartják saját magukat, ami azt vizsgálta, hogy naponta mennyit játszanak. Itt van a napi leosztás, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 órát. Ebből az az érdekes, hogy 4 óránál többet, hétköznapokon, mert ezt külön is mérték, az egyharmaduk ült videójáték előtt, és hétvégéken, szombat-vasárnap pedig a 4 óránál többet, a 68%-uk töltött videójáték előtt ezeknek a fiataloknak, tehát ennek a 3,7 millió embernek. Ez azt jelenti, hogy 6 és 21 éves koruk között azok, akik videójátékoznak, tehát nem vonatkozik nyilván mindenkire, azok évente, és hát ebben az időszakban nem évente, 20 000 órát játszanak. És ez az a hatalmas időmennyiség, ami a digitális térben, ez szerint a kutatás szerint csak a videójátékkal eltelik, és ebben is benne a filmnézés, YouTube nézés, bármilyen más internetezés, és nincs benne a social media. Ez csupán egy szeglet, ez ilyen napi 4-5 órának felel meg. Ugyan őket megkérdezték arról ebben a kutatásban, hogy ők mit gondolnak, az az idő, amit a videójátékozással töltenek el, mitől veszi el az időt. Ez a saját bevallásuk szerinti válaszadás, és akkor lehet látni azt, hogy a barátoktól 150 óra a hobbiból, 200 óra a tanulásból, 400 óra évente, amit ők átvideójátékoznak a saját bevallásuk vagy véleményük szerint. És ha csak a nagy egésznek az egyik szeletét kivesszük, 150 óra valakivel eltöltve barátságban, vagy valamilyen hobbira rááldozva, egy óriási időmennyiség. Ahhoz, hogy tehát az az idő, amit 6 éves korunktól az érettségiig lévő 12 évben iskolapadban töltünk, az összesen 14 000 óra. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek szerint a kutatások szerint több ilyen kutatás van a Unióban, külön mérték ezt, hogy mennyi a konkrétan videójátékozásnak az aránya. Az van, hogy történik egy párhuzamos szocializáció. Gyakorlatilag több időt
szocializál bennünket a videójáték, mint amennyit az iskola. Ez döbbenetes önmagában. Ezt a fickót Malcolm Gladwellnek hívják. Őtől származik a 10.000 órás szabály, egy ilyen szociálpszichológus a srác, és akkor azt kutatta és azt állapította meg, hogyha bármit 10.000 órán keresztül valaki gyakorol, akkor abban világklasszis lesz. De én ma elkezdenék, mit tudom én, atomfizikus lenni, vagy bármi más, akkor ha 10.000 órát erre rászánok, akkor majd én fogom tartani a következő atomfizikai konferencián a főelőadást. Mert ezt jelenti 10.000 óra fókuszált figyelem egy adott célra. És ennek a duplája az, ami generációs szinten egy átlag videójátékos fiatallal eltelik. Ehhez már csak hozzátéve egy ilyen érdekes adat, hogy ahhoz, hogy egy alapdiplomát valaki megszerezzen, 3500 óra kell. Tehát itt most lehet ilyen nagy szavakat használni, hogy amennyit videójátékozunk, abból 4-5 diplomát simán meg lehetne szerezni. Nyilván ez nem így van. De mateknak jó. Voltak éppen a különbség, és itt egy kicsit ilyen generációs különbség van, amit látok például tehát azt tudom mondani, hogy az én életemben, amikor én fiatal voltam, és nem voltak csak ilyen egy pixeles videójátékok, azért annyira nem mozgatták meg a fantáziámat, az én életem 18 évesen mondjuk arról szólt, hogy évente 4-500 könyvet olvastam el. Arról szólt, hogy régészkedtem, és ilyen ásatások után mászkáltam, és régész akartam lenni. Volt egy állatkertem a lakótelepi szobámba Pesten, és ilyen nagy amatőr természetbúvár voltam, az NBA-be fociztam, írtam egy rakás regényt, meg verset, meg dalt, meg mindenféle kutyafülét, és körbe stoppoltam Európát pénz nélkül 18 évesen, úgyhogy a szüleim azt se tudták, hogy hol járok. És tele voltam élményekkel. Tele voltam offline valósággal. És ehhez képest sokszor, amit láttam a saját gyermekeimen, és amivel sokszor találkozom, hogy minden, amit én különböző platformokon és valóságokban csináltam, az sokszor ugyanott történik meg. És nyilván ez nagyon-nagyon sematikus, mert nagyon általánosítok most ezekben. Én egy generációs képet szeretnék ezzel mutatni nektek. Nyilván rátok nem vonatkozik. Van egy Tari Anna Mária nevű pszichológus, ő foglalkozik a legtöbbet Magyarországon a fiatalokkal, meg a generációkutatással, és a Z-generációról szóló könyvében van egy nagyon fontos mondat. Szerintem ez a legfontosabb mondat abban a könyvben. A meg nem ismert dolgok elvesztése nem fáj. Ez nekem sokkoló volt, amikor ezt olvastam. Egyszerűen amikor kérdeztem fiatalokat, vagy akár a saját fiamat napi 8-10 óra LOL, meg hasonló játék után, hogy miért nem jössz velünk társas játékozni, és akkor ne boomerkedj már, apa, meg izé. Más világ vagyunk, és csodálkoztam azon, és most jön rá, 25 évesen jön rá, az a 20.000 óra, vagy az a 10, vagy ki tudja mennyi, tök mindegy mennyi, amit képernyő előtt töltött el az életéből, az mennyi helyen nem töltötte. Hogy hol nem járt abban az időben, hogy mi az, amit nem tapasztalt meg abban az időben. Nekem egy óriási élmény az életemben az extrém sportolás, beírtam az életrajzomba, és ha bárki elolvasta volna, és voltam úgy nagyon sokáig, például úgy kezdtem sziklát mászni, meg búvárkodni, hogy nagyon sokáig nézegettem másokat sziklát mászni, és azt mondtam, hogy francban már, miért nézem, hogy másik sziklát mászik, mikor ott a szikla, és én akarok mászni, én nem nézni akarom azt, hanem átélni akarom azt. És szerintem ez egy nagyon nagy hiányossága, vagy idő elszalasztása a mai fiatal generációknak. És nem az a baj, hogy képernyő előtt ülnek. Mert az tök jó. Én játéktervező vagyok, és tudom, hogy van haszna a játékoknak. És építek rá nyilván. Bár hozzáteszem, társasjátékokat tervezek. Megválasztottam a kérdést. Igen.
nem videójátékot, bár nyilván a mai modern társasjátékoknak van a videójátékok felé is, meg az applikáció felé is kinyúlása, de nagyon sokat foglalkozok a játékkal és a gamifikációval. És az egyik kedvenc sorozatom a Stargate, és nem tudom, láttátok-e a Stargate Universe, talán még belefér a generációtokban. Arról szól, hogy ez a harmadik Stargate sorozat, arról szól, hogy van egy az első rész, van egy számítógépes játék, és minden fiatal rá van kattamba, és mindenki azt a számítógépes játékot játsza. És nem tudja senki kivinni. És akkor a sorozat első részében van egy Eli-nak nevezett srác, aki megcsinálja a játékot, ő a világon az első, aki ki tudta vinni, és megoldotta az összes feladatot, és ahogy megcsinálta, két órán belül ott van az a filmbéli űrkutató társaság, és akkor elviszik, és elmagyarázzák neki azt, hogy ez a játék, ez voltak éppen egy tudományos program volt, a játék az csak a felszín, valójában van egy tudományos feladat, amit a tudósok nem tudtak megoldani. Ezért játékosították, és kidobták a játékon felnőtt generációknak, hogy játsszák ki a tudományos problémát. És az, amit tudósok nem tudtak megoldani, egy játék algoritmusán keresztül lefordítva és játékká téve megoldhatóvá vált. Az a döbbenetes, hogy már a 2000-es évek előtt ezt megcsinálták a valóságban. Én szerintem ez a jövő. Pontosan azért, mert 20 000 órát játszik ez a generáció. Óriási potenciál van benne. Ez a Fold It volt az első ilyen tudományos játék, ilyen Tetris jellegű amőbogyártó, viszonylag rossz grafikájú játék volt, de azt hiszem 99-ben indult útjára. És ebben a játékban a játékosoknak a mindenféle ilyen színes fonalakból kellett különböző szabályok alapján mintázatokat készíteni. És ennek a játéknak a segítségével sokkal több szintetikus fehérjét tudtak készíteni a sejtbiológiához semmit nem értő játékosok, mint a tudósok összesen. Döbbenetes volt, hogy kijátszották a tudományt valódi tudás nélkül. Nagyon sok haszna és előnye van a játéknak, de a játéknak a definíciója az, hogy a valóságból egy alternatív valóságba kivonjon bennünket, hogy ott kikapcsolódjunk, megpihenjünk és feltöltődjünk. Amíg egy játék ezt létre tudja hozni és ezt tudja adni, addig segíti a valóság értelmezését és a valóságban lévő életünket. Amikor ezt helyettesíteni próbálja bármilyen szempontból, akkor válik függőséggé. Hatással kapcsolatban egy gondolat. Ez egy hatásspirál voltak éppen, amit itt leírtam, onnan ennek a gondolatok. Kezdődik egy inspirációval, utána befolyás, szemléletformálás, és egy teljes meghatározássá válik. És ez történik voltak éppen most az interneten. Ez egy forradalom, és egy olyan kulturális forradalom, amire az emberiség történelmében még nem volt példa, ezt sokan kutatják pont ezért, mert gőzük nincs, hogy mit kell csinálni ezzel a szituval, ami a mai 30 alatti generációknak az élethelyzete. Ez azt mutatja, ez a top 100-as lista, ami szintén talán 2 éve csináltam, szerintem ma már ez is változott, és bevallom őszintén, hogy nem frissítettem az elmúlt 2 évben. Azt mondtam, megnéztem, hogy a 100 legnagyobb követő táborral rendelkező YouTube csatornát kik vezetik, és az derült ki, hogy 100-ból 54-et vezetnek Z-generációs fiatalok, és az Y-sok mellettük még 25-öt, tehát gyakorlatilag a 100 legnépszerűbb csatorna 3/4-e, az 30 év alattiak gondolatait, világlátását, világszemléletét tartalmazzák. Én nagyon sokat nézegettem, nagyon sokat tanultam belőle, meg nagyon jól szórakoztam, bevallom őszintén, amikor végighallgattam 13 éveseknek a párkapcsolati tanácsadó YouTube csatornáját. Nem csak arról, hogy most nekem erről idősebb emberként mi a véleményem, hanem hogy látják a világot, és mit mondanak a saját generációjuknak. És egy döbbenetes szitu van most, amire nem volt eddig példa a történelemben, és én azt mondom, hogy ez lehet jó is, lehet rossz is,
magánemberként van véleményem, hogy melyik inkább. Ez egy amerikai könyv, ami nem jött be Magyarországra, ami ezzel, ennek a kutatásával foglalkozik, és azt mondja ki, hogy még soha történelemben nem volt olyan generáció, amelyiket alapvetően a saját generációja nevelt föl, és készített föl az életre. Tehát most ez a generáció, a 30 év alatti generáció nagyjából egymástól tanulja az életet. És a meghatározó, véleményformáló, szemléletformáló, gondolkodásmód vagy életmód formáló tanácsok, azok sokszor nálunk fiatalabbaktól jönnek. És én nem mondom azt, hogy ez minden esetben rossz, csak hogy még nem volt ilyen a történelemben. A történelmünk eddig úgy zajlott, hogy az idősebb generációk átadták a fiatalabb generációknak a tudásukat és a tapasztalatukat, ami abból fakadt, amit ők átéltek, és ahogyan az átélt dolgokat értelmezni tudták. Ilyen még nem volt, ami most történik. És hát két irányú a kimenetele ennek a dolognak. És ennek nyilván az az oka, amivel például elkezdtem, ide is értelmezhető, hogy az én generációm hibája nagy részt ez az egész, mert jól magatokra hagytunk benneteket, mert mi nem tudunk olyan jó pofák lenni, és nem értünk annyira a videóvágáshoz, mint aki ezen nő föl, és mert nem vagyunk ott, ahol ti vagytok. És akkor nyilván ahhoz kell fordulni, aki majd ott van. És ezt az én generációmnak szoktam mondogatni, hogy ezen nekünk kellene változtatni, már ha azt gondoljuk saját magunkról, hogy vannak olyan valós bölcsességek és tapasztalatok, amiket érdemes nektek átadnunk. Hát reméljük, hogy vannak, és reméljük, hogy egyszer majd át tudjuk adni. Vágyak és szükségek, ez mindenhez kapcsolódóan, ugye a Maslow piramis végtelenül egyszerűsítettem, csak két szint. Vannak a szükségletek meg a vágyak. És nagyjából el lehet osztogatni, most elsősorban még a fiatal gyerekkor, a fiatal generációkra vetítve, azok, amiknek egy fiatal fejlődő szervezetnek szüksége van, az az egészséges étkezés, a megfelelő mennyiségű alvás, a kortárs kapcsolat és a fejlődés. És ehhez képest vannak a vágyak, hogy a répa helyett jöjjön a mekiskaja, vagy akármi, hogy jöjjön a játék, hogy jöjjön az ajándék, és jöjjön az önbecsülés, vagy a saját magamnak a kiteljesítése, ami úgy a Maslow piramisnak a teteje. Szóval van egy szükséglet, meg egy vágy szint. És sokszor arról beszélnek kutatások, pszichológusok, szülők, hogy a mai gyerekeknél és fiataloknál ez megcserélődik. És már csak vágy lesz az, hogy kialudjam magam végre egyszer. Mert szükségletté válik, hát például a számítógépes játék, vagy az, hogy engem megbecsüljenek, és valahol respektet gyűjtsek saját magamnak. Ha máshol nem tudok, akkor a digitális térben, és ma már mindenkinek YouTube csatornája van. A fiam is 11 éves korában elkezdte a saját YouTube csatornáját építeni. És akkor így indult a karrierje, megjegyzem, ma is azt csinálja, csak már kicsit jobban. És amikor ez megcserélődik, akkor kialakult belőle egy csomó probléma, ez nem is lényeges. Bocsánat ezért a képért, ez a legdurvább kép szerintem, és nincs benne semmi negatív dolog, de van. Szóval az van benne, hogy létezik egy pszichológiai betegség, amikor a telefonunktól való eltávolodás, vagy hozzá nem férés, az valódi mérhető szorongást vált ki. Ezek az adatok az, hogy mennyit töltenek telefonnal a fiúk meg a lányok 18 év alatt, vagy hogy mennyi az az idő, amit ki lehet bírni, úgyhogy nem nézzük rá, hogyha nincsen fókuszált figyelemelterelés, tehát nem kell odafigyelnünk valamire. Akkor magunktól 6-10 perc után muszáj most már ránéznünk. Ezt azért tettem be, mert van egy ehhez kapcsolódó gondolat. 60-as években csináltak egy olyan patkánykísérletet, aminek az volt a lényege, hogy ilyen kis cuccokba bezárták szerencsétlen patkányokat. Volt két vizes cső, meg két pedál, és akkor a patkánynak meg kellett tanulnia, megnyomja a pedált, akkor kap belőle inni. És akkor az egyik pedál az tiszta vizet adott, a másik pedál meg morfiumos vizet adott. És mindegyik patkány függő lett egy pillanat alatt a kísérletben.
És akkor megállapították a tudósok nagyon okosan, hogy ha választani lehet az élvezetes meg a kevésbé élvezetes között, akkor még egy hülye patkány is az élvezetesebbet fogja választani. Aztán valakinek eszébe jutott, hogy ez így nem korrekt ez a kísérlet, és csináltak egy patkányhotelt, berendeztek egy hatalmas nagy cuccot kifejezetten a patkányoknak, volt jó, volt rengeteg haver, meg barátnő, meg minden, rengeteg játék, rengeteg kaja, rengeteg dolog, amit tudtak csinálni ezek a patkányok, és ott volt a két pedál. És amikor mindent megadtak nekik, ami a szükségletük volt, akkor a patkányoknak nem kellett a morfiumos víz. Akkor jó volt nekik a sima. Igazából ez azt akarja, azért tettem csak be így párhuzamként, hogy a vágy és szükséglet, amikor megcserélődik, és kialakul belőle egy szorongás, amikor a szükségletek nem lesznek betöltve, akkor az ebből fakadó függőség, akár a telefonfüggőség, akár a játékfüggőség, vagy bármi ilyesmi, az pusztán annak a tünete, hogy a valóban szükséges dolgok, azok nincsenek meg. És ebből lesz egy sors a végén. A sors az, hogy a mai magyar fiatalok 36 éves koruk alatt az 51%-uk a szüleivel él, még mindig. Nem írtam ki, de nem ez a témához tartozik, de például döbbenetes, hogy Japánban csináltak olyan felmérést, ami a embereknek a szüzességére vonatkozott, hogy mikor vesztik el a szüzességüket. És kiderült, hogy a japán kultúrában, ami sokszor ilyen előőrse a nyugati kulturális változásoknak, ott ilyen 36-40 éves korosztálynak a fele még szűz, mert nem is akar szexelni, mert nem akar kapcsolatban lenni, mert a szorongást és kockázatot jelent nekik. Voltak éppen az történik, én ezt tapasztalom akár a saját gyerekeimen, akár a generációjukban, hogy nem lesz attól hülye senki, hogy egész gyerekkorában Minecraftozik, vagy lolozik, vagy bármit csinál. Nem lesz defektes egy egész generáció, szerintem. Nagyon sok mindent megtanulnak, léteznek erre is kutatások, hogy milyen skillekben veritek az összes eddig élő generációt, pontosan a digitális hatások, vagy a játék, vagy a social media okozta nyitottság miatt. Például, ami nagyon tetszik, és ezt jó, hogyha, tehát ezt szeretem elmondani, hogy tudjátok, mert nem biztos, hogy tudjátok, hogy soha nem volt még ennyire nyitott és kooperatív generáció az emberi történelemben, amelyik generáció a legkönnyebben tud kapcsolatot teremteni a nem vele azonos generációban lévőkkel, mint a mai, a ti generációtok. Pont a social médiának ez egy hatalmas nagy vívmánya és előnye. És amikor a fiam 15 éves volt, és elkezdett egy hotelben diákmunkáskodni, akkor neki is tök nagy élmény volt, meg nekem is tök nagy élmény volt, hogy van neki barátja 25 éves, 35 éves, meg 55 éves. És egy 55 éves csávóval lóg és jár biliárdozni a 15 éves fiam. És tök jó barátok voltak. És semmi probléma nem volt, ma sem probléma neki, hogy odalépjen bárkivel. Erre a korábbi generációk nem nagyon képesek. És ez a mi generációs hibánk. Ami viszont megint csak egy lekutatott dolog, és általános, legalábbis generációra vonatkozóan, hogy kitolódik a felnőtté válás. Tulajdonképpen ez történik annak a 20 ezer órának a hatására. És még egyszer mondom, nem csak a videójátékról van szó, mert a lányok most gyorsan egy részük legalábbis kihúzhatja magát ez alól. A social médiával töltött idő az több, mint a fiúknak a videójátékozással töltött ideje felmérések szerint a lányoknál. Az, amit képernyő előtt és digitális, virtuális világban töltünk, az pusztán, és lehet, hogy ez sokat számít, nem tudom megítélni, mert más generáció vagyunk, de pusztán a mennyiségéből fakadóan. Azt jelenti, hogy a képernyő mögött eltöltött időt nem tudjátok máshol tölteni. Nem tudja ez a generáció máshol tölteni, és egy csomó dolog később fog megtörténni ennek a generációnak az életében. Erre találták ki a pszichológusok a tinédzser után a hunédzsert. És az, ami velünk régebbi generációkkal, tinédzserkorban történt meg, az alkoholizálástól, a szexen keresztül, a kocsi elkötésig, meg a világgá menésig, az ma generációs szinten a 20 éves korban történik meg. De van egy lemaradás, ami kitolódott felnőtté válást jelenti. Oké, végszó helyett.
azzal kezdtem, hogy ez az egész generációkról szól. Létezik, nem érdemes nézni, úgyse tudjátok elolvasni. Létezik egy generációs modell. Többféle modell van. Az egyik modellben lekutatták az emberiség kultúrtörténelmét évszázadokra visszamenőleg, és azt fedezték föl benne, hogy vannak ilyen 80-120 éves periódusok az emberi kultúrtörténelemben, amelyek spirálszerűen vagy ciklikusan mindig négy generáció váltakozásából állnak. És amikor ez a négy generáció egymás után betöltötte a maga életét, akkor jön egy új ciklus, megint ugyanazzal a négy generációval, és ugyanazokkal a generációs szerepekkel és hatásokkal. És ez az emberi kultúrtörténelem. Mindig van egy felemelkedő generáció, amelyik megalapítja azt az új korszakot, kialakítja a szabályrendszerét, létrehozza az alapstruktúráit. Aztán van az a, úgy nevezik ebben a modellben, hogy ébredő generáció, amelyik kitölti a teret, és annak a nagy korszaknak a nagy nyertese, amelyik a legjobban ki tudja maxolni azt a korszakot, ami rendelkezésére áll. Aztán van az a generáció, amelyik az ő gyermeikeként élvezik annak a hasznát, de már megkérdőjelezik a hatékonyságát, és meglátják a hibáit. És van egy úgynevezett krízis generáció, amelyik robbantja a bankot. És forradalmat csinál, és megváltoztatja a struktúrákat, és megváltoztatja a társadalomnak azt a berendezkedését, amiből jött. És az a helyzet, hogy ti vagytok a krízis generáció. Ez szerint a modell szerint. És ha visszaemlékeztek a legelső diára, amikor megmutatom, hogy melyik generációnak milyen életkörülményei vannak, ami szocializálja őket, hát nem irigyellek benneteket. Nem tudom, nagyon... Nem tudom, mennyire kell udvariasnak lenni, vagy szépen fogalmazni, szóval nagyon nem jó ez a világ. Maradjunk ennyibe. Itt van egy globális klímaválság, itt van egy társadalmi válság, itt van egy politikai, közéleti válság. Minden agyakunkba fog robbanni. Gyakorlatilag, és én azt gondolom, és ez az én magánhitvallásom, ez nem tudományos, ez nem kutatás, nincs rá statisztika, ez csak én gondolom így, hogy ez a generáció, ez a fiatal generáció az, amelyik vagy eltörli az emberiséget, vagy létrehozza az emberiség 2.0-át, és az egészen más lesz, mint ami eddig volt. Mert az biztos, hogy így nem folytatódhat. És nekünk az lenne a dolgunk, ha jól csinálnánk a dolgunkat, és hát nem mindig tudjuk jól csinálni a dolgunkat, hogy erre fölkészítsünk benneteket, ehhez mindent odaadjunk nektek. De hát, sorry, hogy nem megy. A krízis nem rossz dolog. Amikor krízis generáció vagytok egy modellben, ha ez így van, akkor csak azt kell tudni, hogy a krízis, mint görög szó, azt jelenti, hogy fordulópont. Ez lehet rossz, meg lehet jó. Az orvosok szerint a beteg krízis állapota az az állapot, amikor eldől, hogy meg fog halni, vagy meg fog gyógyulni. És hát én így ilyen 40-es, majdnem boomerként, maximum reménykedhetek abban, hogy még 20 évig búvárkodhatok, meg sziklát mászhatok, meg játékokat tervezhetek, mert addig nem robban rám a világ, mert ti majd megoldjátok. Nyilván együtt kell ebben dolgoznunk, és nyilván csak megint egy zárójel. Én azt gondolom, hogy a keresztényeknek ebben nagyon nagy feladata és felelőssége lenne, mert kimutasson ebben a sötét világban világosságot, hogyha nem mi. De generációs szinten, amiről szól ez a szeminárium. A tiétek ez a súly, ez a teher és ez a történelmi helyzet. Nem tehettek róla, ez van. És meg kell oldunk nyilván a többi generációval együtt közösen, de ti lesztek ebben a kulcs. És én azt gondolom, hogy megint magánvélemény, nem vagyok világvégeváró, ennél optimistábban élem az életemet. Én azt gondolom, hogy meg tudjátok majd csinálni. És egy utolsó dolog, amit ilyen végső lezáró üzenetként szeretnék mondani nektek, a nagy egész kontextusában, az élet kontextusában, amikor egy antilop legelészik a szavannán, és a nyakába ugrik egy ilyen leopárdszerű állat,
És valamilyen csoda folytán az antilop megúszza a dolgot, mondjuk el tud menekülni. Akkor miután lelépett, és kipihegi magát egy bokor aljába, akkor nem kezd el azon gondolkodni, hogy hú, de mákon volt, majdnem meghaltam, holnaptól hogy kéne másképp élni az életemet. Mert ezen nem gondolkodik egy leopárd. Mert az ember az egyetlen élőlény ezen a földön, amelyiknek van haláltudata, és mivel van haláltudata, ebből fakadóan van élettudata. És az élettudatnak a lényege, hogy tétje van a perceimnek, a 20 000 órámnak, a szavaimnak, a fantáziának és a probléma megoldásomnak tétje van. És mivel tétje van, súlya van, és mivel súlya van, ezért lehetőséget, örömöt, nagyon sok mindent tud adni, és nagyon sok mindent lehet beletenni. Ez az a kontextus, ami szerintem egy jó kontextus ebben a mai korban, függetlenül attól, hogy milyen az a körülöttünk lévő generáció. Na, kb. Ennyit akartam mondani. Van-e bármilyen hozzászólásotok?